2008-ban egy házi bulin ismerkedtem meg Ivánnal. 18 éves múltam, szerettem táncolni. Az első közös nyár így telt, szabadon, szerelemben. Egy évre ráterhes lettem. Megszületett az én kicsim, Jászmin Andrea. Anya még éppen megélhette. Jászminka olyan volt, mint ő. A haja, az arca a természete. Kék szemmel született, ami később befeketedett. Állandóan nevetett a világra, minden érdekelte. Kedvence a túrós tészta meg a palacsinta. Nagyon szereti a szép dolgokat, olyan kis hercegnős. 4 éves volt, amikor elvették tőlünk. Egy fehér mikrobusszal jöttek érte a gyámügyesek és a nevelőszülők. Sírtam. Miután elkerült Jászmin, én nem ünnepeltem semmit. Se születésnap, se karácsony. Havonta 1 órát láthattuk egymást. Mindig elmondtam neki, hogy csak azért vették el, mert nincsen ház, ahová menjünk. Megértette, szomorkodott. Életem legszebb napja volt, amikor újra hazakerült hozzánk. Jászmin most nem tud aludni, mert szokatlan neki a hely. Nem tudom most már, hogy mit szeret. Mivel szokott játszani, hogy mi a kedvenc meséje, mit eszik reggelire, vagy mit szeret csinálni. Elvettek tőlünk 4 egész évet.